A Jár nekem a csoda című dallal kezdték meg a munkát az 1001 éj művészei Szegeden a Nagy Színházban. Hosszú évekig tartott, amíg ez a darab elkészült. Nagyon kalandos a története. Több évre is le kellett állnunk, aztán a Covid évei alatt Szökkentszárba is fejeztük be megírását, nyilatkozta nemrégiben a darab dalszövegírója, Geszti Péter. Miután végzett a szerzői triumvirátus, megmutatták alkotásukat néhány színházi szakembernek, akik egyetértettek abban, hogy ez egy nagy varázslatot igénylő, látványos mű, azonban lehetséges, hogy nem merik majd bevállalni. De tavaly jött az ötlet és egy szegedi találkozó Barnák László főigazgatóval. Megnézve, megvizsgálva az anyagot, átbeszélve a lehetőségeket, úgy döntöttünk, hogy idén ennek az ősbemutatónak teret és helyet adunk a Domtéren, méghozzá 6 előadásban, ami a szokásos, tulajdonképpen augusztusi szuper bemutató a szabadtérén, és az, hogy ez egy magyar ősbemutató, egy olyan eddig máshol soha nem látott produkció, amelyet mi mutathatunk be először, és reméljük, hogy hosszú, sikeres útra indul majd a darab. Az egy nagyon nagy öröm. A nagyszabású musicalt Juronics Tamás rendezi, aki már számtalanszor bizonyított a Domtéren is. Mint mondta, az csak használni fog a darabnak, hogy ő maga koreográfus, hiszen a tánc, a mozgás, a tömegjelenet egy ekkora színpadon elengedhetetlen, de a látványvilágra is nagy hangsúlyt fektet. De nagyon szépen stilizált díszleteket talált ki Bújdossó Nóra, amik mozgó elemeket is tartalmaznak, de hát óriási léptékben van ez. Forgószínpad is lesz, és mindez egy 200 négyzetméteres LED fal keretezi ezt az egészet, ami pedig elképesztően látványos tartalommal fog majd segíteni minket, és hát gyönyörű jelmezekkel készülünk. Hozzátette, a 6 teltházas előadás fényében, vagyis 24 ezer néző előtt különösen nagy felelősség, ugyanakkor izgalmas feladat áll a társulat előtt, akik közül jó néhányan már sokadjára lépnek színpadra a Domtéren. Ilyen Stól András is. A színészt a Mágnás Miskában, az István a királyban, de a Hegedű is a háztetőben is láthattuk korábban. Most a gonosz Dzsáfár szerepében tűnik majd fel. Én nagyon szeretem a meséket, igazán nagyon. Egyfelől azért, mert szépek, másfelől, mert mindig a jó győz bennük. És az olyan jó érzés, amikor úgy elégül ki az ember lelke, hogy mindenki megkapja a maga büntetését. Olyan jó lenne, hogyha ez a világban is így lenne, de hát nem mindig van így, de reméljük, hogy a végére mindenki kerekedik. Szóval nagyon szeretem a meséket, ezen belül természetesen ismertem ezt a történetet is, de azért ne egy egyszerű sztorira számítsanak a kedves nézők. Itt össze van két sík boronálva, és nagyon izgalmasan, és szerintem nagyon viccesen, és nagyon magas színvonalú táncokkal és énekekkel, úgyhogy szerintem ez egy nagyon komplex este lesz. Ahogyan Stól András említette, a darab két síkon játszódik. Az egyik során a féltékenyen őrjöngő Sarjár király és Seherezádi történetét ismerhetjük meg. Ez utóbbi Trokán Nóra alakítja, akinek régi vágya volt a szabadtérén fellépni, már csak azért is, mert szülei is játszottak itt. Mint mondta, a történetet sokakkal ellentétben ő csak felnőtt fejjel ismerte meg. Tudtam nyilván, hogy mi ez az egész, meg tudtam a Seherezádét, meg édesapám játszott a királyt egyébként már, úgyhogy ő is mesélt róla, de nem voltam az a kislány, aki a Seherezádéval álmodott, és hogy úristen ez az. Tehát, hogy én nekem ez nem volt meg. Úgyhogy nekem ez új volt. Nyilván mondom, hogy tudtam, hogy miről szól, megismertem a történetet, de így, hogy a karaktert ilyen milyen megismerni, az most volt. Úgyhogy nekem nagyon összehasonlítási alapom nincsen, nyilván attól lesz más ez a dolog, hogy azért lett egy nagyon erős zenei szövete a dolognak, baromi jó dalokkal, nagyon jó szövegekkel, meg jó karakterekkel, szóval szerintem egy nagyon-nagyon jó este lesz. A másik szál egy példázatos történet arról, hogy milyen fontos a szeretet, mennyi látható és láthatatlan varázslat van a világban, de az is kiderül, hogy egy jó sztori elmesélése életet menthet. Az 1001 éj dalai úgy íródtak meg, hogy magyar fül számára kellemesek legyenek, popzenei beütésű, friss dalok és swinges lüktetésű részek egyaránt jellemzik. Geszti Péter a hozzá közel álló jazz meg az két énekesnőjét kérte fel, hogy három hölgyekként kísérjék végig a színpadi eseményeket. A World Musical Szegeden most és jövő hétvégén várja a színház rajongókat a Csillagos ég alatt.